Zöld utak. Végéhez ért a határon átnyúló turisztikai program, amelyre Baja és Zombor közösen nyert el támogatást. Új arcot kapott a Csanádi könyvtár. Csaknem 100 millió forintból szépült meg Érsekcsanád legrégebbi közintézménye. Sziget-Szentmiklósi vereség. A listavezető BKG Prima Akadémia otthonában vendégeskedett a BNKK női csapata. Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió november 24-i keddesti híradója már is kezdődik. Végéhez ért Baja és Zombor határon átnyúló közös turisztikai programja. A több mint 400 ezer eurós összköltségű beruházás célja a kerékpáros és vízitúra útvonalak feltárása és népszerűsítése volt. A fejlesztés részeként a határon túl megépülhetett egy evezős ház, a Bajai Sugovica parton pedig elkészült a kerékpáros szervizpont. Az utolsó simításoknál tart a munka az új kerékpáros pont kiépítésénél. A Sugovica parton a korábban itt álló piros WC helyére húzták fel a szakemberek azt a szervizpontot, amely a biciklisek kiinduló pontja lehet egy hosszabb túránál. A mellékhelyiségek és a pihenőhely mellett gumibelső automata is található itt. A határon átnyúló Greenways fantázia nevet viselő projekt célja a kerékpáros és a vízi útvonalak feltérképezése és népszerűsítése volt. Az ehhez készülő tanulmányt és mobil applikációt a Bajai Turisztikai Nonprofit Kft. Készítette el. Feltérképeztük azt, hogy milyen turista útvonalak vannak Baja és Zombor között, kerékpáros, vízi útvonal, túraútvonalak. A kerékpáros túraútvonalaknál kifejezetten arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen utak vannak, tehát hol van épített út, hol van csak kijelölt kerékpárút, mi minden van az adott kerékpárutak mellett. Miután ez a tanulmány elkészült, készítettünk belőle egy applikációt, ami segítségére lehet a turistáknak abban, hogy ezen az útvonalon, hogyha haladnak, akkor megkapják azokat az információkat, hogy hova tudnak fordulni, mit tudnak megnézni. A közös program során Zombor a két település között futóversenyt, Baja pedig kerékpárversenyt szervezett. A Bajai Önkormányzat nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnoka elmondta, a két település között szakmai és civil téren is kiváló a kapcsolat. A természeti, kulturális kincsek feltárása, a turisztikai utak megismertetése a lakosokkal, természetvédelem szempontjából is, ebben az esetben a bicikli, a vízi turizmus meg a bicikli utak használata turisztikai célokra tulajdonképpen. Talán a legrégebbi testvérvárosunk nagyon eredményes közreműködéssel az a közelben lévő Zombor. Aktívan dolgozunk továbbra is a kapcsolatok építésén és jobb átételén. Az önkormányzati képviselő hozzátette, a további közös tervek között szerepel egy ugyancsak határon átnyúló pályázat, amely 2021-ben indulhat. Ennek részeként városunkban a polgármesteri üdülő újulhatna meg a Petőfi-szigeten, amely az akadálymentesítés után a turisták előtt is nyitva állna. Közös kampányt indított hétfőn az Agrárminisztérium, az Agrármarketing Centrum és a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal a kiváló minőségű élelmiszerek védjegyének népszerűsítéséért. A védjeggyel ellátott termékekkel felhívnák a figyelmet arra, hogy megbízható minőségük mögött a NÉBIH által ellenőrzött alapanyagok és gyártási folyamatok állnak. Erdős Norbert, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc felügyeleteért felelős államtitkára a kampányvideóban azt mondta, hogy az akció célja a védjegy ismertségének és elismertségének növelése a fogyasztók körében. A KME védjegyrendszernek alap- és aranyfokozata van. Az alapfokozatra bárki pályázhat, aki élelmiszert állít elő, vagy saját márkás terméket forgalmaz. A folyamatosan bővülő termékcsoportok közül elsőként idén januártól a tej és tejtermékek kiválóságának védjegyére lehet pályázni.
Az aranyfokozatú védjegyet csak az a termék érdemelheti ki, amely a Nébih által összehasonlított terméktesztán a legjobbak között szerepel. A hivatal elnöke kiemelte, hogy a védjegy folyamatos fejlődésre és környezettudatosságra is ösztönzi az élelmiszeripar szereplőit, akik ezáltal a fenntarthatóság mellett is leteszik voksukat. Gici Gergely, az Agrár Marketing Centrum ügyvezető helyettese arra kéri a vásárlókat, hogy ismerkedjenek meg a kiváló minőségű élelmiszervédjegyek grafikai elemeivel és tartalmával, vásárláskor pedig tudatosan választanak. Csak nem 100 millió forintból szépült meg érsekcsalád legrégebbi közintézménye. A könyvtárnak és a helyi háziorvosi rendelőnek is otthont adó épületegyüttes állami támogatásból és önkormányzati pénzből korszerűsödött. A beruházás során megújult a falu jelképeként is számon tartott homlokzat, emellett lecserélték a nyílászárókat és a tetőszerkezetet is felújították. Kívülbelül megszépült érsekcsalád egyik leglátogatottabb intézménye. Az épület jelenleg megosztva biztosít helyet a házi orvosi rendelőnek, valamint a helyi könyvtárnak. Az évek alatt elhasználódott ingatlan felújítására 2016 tavaszán pályázott sikeresen az önkormányzat. A munkálatok az elmúlt év végén kezdődtek meg. Nagyon fontos volt, hogy az épület egy védett épület, a homlokzata legalábbis védett épület, és itt meg kellett őrizni a régi sárközi motivumokat, mindenféle ilyen figurákat, mind a nyílászárókon, mind a falakon. És emiatt viszont tényleg egy gyönyörű végeredmény alakult ki. Én azt gondolom, hogy ez érsekcsaládról készülő kiadványokon mindig egy fontos kép lesz. Az épület műemlékvédelmi jellege miatt az önkormányzat kezdetben nehezen talált megfelelő pályázati lehetőséget, ezt követően pedig a költségek előteremtése hátráltatta a folyamatot. A Magyar Falu programon elnyert mintegy 40 millió forintos támogatás ugyanis nem fedezte volna a munkálatokat, így a település a fennmaradó összeget saját forrásból pótolta. A nyílászárók cseréje és a tetőszerkezet korszerűsítése mellett a beruházás keretében a könyvtár belső tere is megújult. Új burkolatot és színt kapott az épület, így a korábban beszerzett bútorokat és számítógépeket már egy modern környezetben vehetik igénybe a látogatók. Egy olyan hely jött itt létre, ahol azért kiállítások lesznek, rendezvények lesznek, előadások lesznek, tehát a falu fontos eseményei is majd ide fognak átkerülni. Úgyhogy nem csak turisztikai értéke lesz, hanem turisztikai helyként is fog majd működni, és harmadrészt pedig a Virágos Magyarországért versenyen pedig egy fontos pontunk lesz. Most, hogy elkészült az épület, most kezdjük el majd a gondolkodást az előkertről. A járványhelyzet miatt a könyvtár jelenleg zárva tart. Az olvasóknak azonban a vírusos időben sem kell nélkülözniük kedvenc köteteiket. Az intézmény munkatársai igény esetén házhoz szállítják az olvasnivalókat. A tervek szerint a jelenleg is mutatós utcafront felüli terület hamarosan színes kerti növényekkel és a településképhez illeszkedő díszítő elemekkel, információs ponttal és szökőkúttal fog kiegészülni, amely hozzájárulhat ahhoz is, hogy a település ismét előkelő helyen szerepeljen az országos környezetszépítő versenyen. Újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket jelentett be Varga Mihály kedden, amelyekben minden bankszámlás érintett. A pénzügyminiszter közösségi oldalán jelentette be, hogy 6 pontot fogadott el a gazdaságvédelmi operatív törzs. Így többek között azt, hogy ahol elektronikus pénztárgép működik, ott a jövőben lehetőség nyílik majd az elektronikus fizetésre is. Ez további 50-60 ezer új helyet jelent, és több 10 milliárd forinttal csökkentheti a készpénz használatot, mondta el Varga Mihály. Emellett azt ígérte, egyszerűsíteni fogják az elektronikus banki és a földhivatali ügyintézést is, ahol gyorsabban haladhatnak az ingatlan szerzéssel vagy hitelfelvétellel kapcsolatos ügyek. Széles körben válhat díjmentessé az ingatlanok értékbecslése is a bankoknál. Ezzel egy-egy ügyfél 30-50 ezer forint közötti megtakarítást érhet el.
A közjegyzői munkát is felgyorsítják és egyszerűsítik az ingatlan ügyeket is. Ez évente 60 ezer ügyfélnek jelenthet több 10 000 forintos megtakarítást. A digitális dokumentumkezelés bevezetésére a 6,5 millió bankszámlával rendelkező ügyfél miatt van szükség, mondta a miniszter. Az intézkedéseket a Magyar Bankszövetséggel együttműködve hozták meg. A kormány újabb intézkedéseket vezetett be a koronavírus járvány terjedésének megfékezése érdekében. A közterületi maszkviselés után visszaállították a vásárlási idősávot, amely 2-től érvényes. Az újabb szigorítást az idősügyi tanács kérelmére hirdették ki. A fertőzések csökkentése érdekében további korlátozásokkal kell együtt élnünk az utóbbi időben. A kormányrendelet szerint november 12-től már a közterületeken is kötelezik a lakosságot a maszkviselésre, és bevezették az idősek vásárlási sávját is. A 2 hete kiadott közlöny szerint a 10 000 főnél nagyobb települések belterületén a polgármester által kijelölt közterületen kell maszkot hordani 6 éves kor felett, amely alól kivételt jelentenek a sporttevékenységek, illetve a parkok és a zöld területek is szabadon látogathatók. Végül is, ha már használjuk, akkor használjuk mindenütt, mert így van értelme. De egyébként meg nekem is nehéz a levegővétel, de muszáj vagyok használni. Baján, a Sétáló utcában, a Tóth Kálmán téren, a Vörösmarty és a Kossuth Lajos utcában, az állomás téren, a buszpályaudvaron, valamint a vonatállomás területén rendelte el a polgármester az arc eltakarását. Pont ma olvastam az újságban, hogy melyik utcák megterek. Nem jártam arra, de természetesen mindenhol betartom, ahol kell, ott fölhúzom. Néha ott is, ahol nem kell. Nekem egyedül, ami egy kicsit nehézkes, ez a mától induló vásárlási korlátozás, mert most is véletlenül majdnem berongyoltam a Pennybe, de hát ott állt kint az őr, és mondta, hogy ma már él. Hétfő jelentette be videójában Orbán Viktor azt a legújabb intézkedést, amely szerint hétköznapokon 9 és 11, hétvégén pedig 8 és 10 óra között csak a 65. életévüket betöltött személyek tartózkodhatnak az élelmiszerboltokban, a drogériákban és a gyógyszertárakban. Fontos tudni, hogy az idősek a védett vásárlási idősávon kívül is szabadon látogathatják ezeket az üzleteket. 9-től 11-ig el tudom intézni, nem probléma. Sokat megyek gyalogosan, busszal is keveset, hogy minél kevesebbet legyek ügy a tömegbe. Az általunk megkérdezett járókelők többsége elfogadja és betartja a szabályokat. Volt, aki azt mondta, a tavaszi vásárlási idősáv visszaállítása esetén szerinte az időseknek már szükségük lenne az önkéntesek segítségére is. Ha arra kerülne a sor, akkor szívesen igénybe vennénk. Igen, mert a gyerekek nem tudnak segíteni. Ők reggel 7-re mennek, és este sötétig olyan helyen dolgoznak, hogy egész és nap... De nem Baján vannak. Hát nem, itt Csávajon laknak, és még ők arra dolgoznak messzebb, úgyhogy mire hazaérnek, nem, bolt sincs nyitva szinte, nem tudnának segíteni. Az országos tiszti főorvos azt üzente a fiatal és középkorosztálynak, nem őket kívánják a rendelettel korlátozni, hanem az idősek védelme érdekében hozták ezt a döntést. Müller Cecília kiemelte, a jelenleg érvényben lévő szabályok meghosszabbításáról vagy szigorításáról a szerdai kormányülésen döntenek. A Tesco idén szeptemberben már 8. alkalommal hirdette meg Önválaszt, mi segítünk elnevezésű közösségi pályázati programját. Az áruházlánc felhívására rekordszámú jelentkezés érkezett, azonban az eredetileg decemberre tervezett áruházi szavazása járványhelyzetre való tekintettel a vásárlók és munkatársak biztonsága érdekében elmarad. A Tesco viszont úgy döntött, valamennyi továbbjutó pályázatot ugyanakkora összeggel támogatja, hogy minél több gyerekeket, családokat, időseket és rászorulókat támogató, környezetvédő, fejlesztő és oktatási program valósulhasson meg. Az Önválaszt, mi segítünk program 8. fordulójában összesen 413 pályázat érkezett.
A jelentkező szervezetek és közösségi csoportok országszerte 61 körzetben adhatták be kezdeményezéseiket, amelyek közül független szakértők választották ki azt a 181 projektet, amelyeket a szavazati szakaszba javasolnak. Az értékelés során a szakértők különböző szakmai és formai szempontokat is figyelembe vesznek. Számít például az, hogy mennyire kidolgozott és megvalósítható az ötlet, valamint az is, hogy milyen mértékben és hogyan támogatja az érintett közösség fejlődését. A Tesco úgy döntött, hogy bővíti az eredetileg tervezett támogatási keretet, így mind a 181 kiválasztott szervezet 250 ezer forint hozzájárulást kapt projektje megvalósításához. Az áruházlánc így összesen több mint 45,5 millió forintot fordít a közösségek támogatására országszerte. A Baja Vész Kft. Értesíti ügyfeleit, hogy a járványügyi veszélyhelyzetben elrendelt kijárási korlátozásoknak megfelelően módosítja ügyfélszolgálatának szerdai hosszított nyitvatartását. A korábbi 8-tól 20 óráig tartó ügyfélfogadás helyett ezentúl reggel 7-től este 7 óráig állnak a fogyasztók rendelkezésére. Szigetszentmiklóson lépett pályára a Bajai Női Kosárlabda Klub felnőtt csapata. Tamás Zoltán tanítványai a listavezető BKG Préma Akadémia vendégei voltak vasárnap este. A BNKK a tisztes helytállás jegyében utazott a fővárosba. Több hetes kihagyást követően először tudott kiállni teljes kerettel Tamás Zoltán felnőtt együttese. Szőlősiék vasárnap Szigetszentmiklóson a BKG Prima Akadémiánál vendégeskedtek, ahol a papírformázúttal nem a bajaiaknak kedvezett. A két éve veretlenül menetelő fővárosiakkal 20 percig tudták tartani a lépést a sugópartiak. A második félidőben a gyengülő védelemnek köszönhetően Tamás Zoltán gárdája jelentős előnyhöz juttatta ellenfelét. A bajaiak végül 102-74-es vereséget szenvedtek. Ott is azt mondtam az interjú kapcsán, hogy gratulálok a csapatnak. Egy nálunknál sokkal rutinosabb, idősebb és erősebb csapattal játszottunk. Bármennyire furcsán hangzik, az eredmény nem elszomorító. Ugye 70 pontot dobtunk idegenben, a listavezető csapatnak ez jó jel. A védekezésünkön viszonylag nagyban javítani kell. Ugye idegenlégiósokkal tűzdel csapatról volt szó, nem bírtuk megfogni a két külföldit. Igyekszünk, hogy ebben fejlődés legyen, és a hazai visszavágón jobb eredmény születhessen. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a vendégek centere, Pap Regina volt, aki a 33 dobott pontja mellett 50 IBM-mel zárta a meccset. A BNKK a héten nem játszik bajnoki fordulót, ennek ellenére nem maradnak mérkőzés nélkül. A lányok csütörtök este hazai pályán küzdenek tovább a HEP kupában. A hétközi mérkőzés alkalmával a Szegedi KA együttese érkezik Bajára. Igazság szerint ő egy ligával lejjebb játszik, úgyhogy én bizakodó vagyok. Remélem, hogy a papírforma alapján győzelmet tudunk aratni, és akkor 8-ba vándorolva folytatjuk az utat. Szőlősiék minden évben ott vannak a legjobb 8 között, így csütörtök este mindent megtesznek azért, hogy az idén is megküzdhessenek a döntőbe jutásért. A mérkőzés zárkapuk mögött rendezik, így a küzdelmet 19 órától az Egyesület videó megosztó csatornáján követhetik majd az érdeklődők. Vezető híreink jönnek még egyszer, egy-egy mondatban. Zöld utak. Végéhez ért a határon átnyúló turisztikai program, amelyre Baja és Zombor közösen nyert el támogatást. Új arcot kapott a Csanádi könyvtár. Csaknem 100 millió forintból szépült meg Érsekcsanád legrégebbi közintézménye. Szigetszentmiklósi vereség. A listavezető BKG Prima Akadémia otthonában vendégeskedett a BNKK női csapata. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással holnap este 6 órakor is én várom Önöket. Hamarosan időjárás és vízállás jelentéssel folytatjuk. Műsort készítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét és jó egészséget kívánok. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Éjszaka derült területeken is köd, réteg felhőzet képződik. Holnap túlnyomóan borult, ködös idő várható. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csak a Kisalföldön élénkülhet meg a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet plusz 1 és mínusz 4 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 1 és 5 fok között alakul.